Ez év márciusában és júniusában Magyarország, illetve Szlovénia ad otthont az U21-es labdarúgó Európa-bajnokságnak. A korosztályos válogatottat másfél éve Gera Zoltán irányítja, aki 8 felkészülési meccsen 39 játékosnak adott lehetőséget. A keret a hét elején találkozott Telkiben, soraiban a Kisvárda Masztergut játékosával Kovács Réti Márkkal. A 20 éves támadó, aki eddig 43 NB1-es mérkőzésen 2 gól szerzett és 6 gólpasszt osztott ki a Kisvárda csapatában, elmondása szerint számított a meghívóra. Megmondom őszintén, reménykedtem benne. Ugye most egyre többet jutottam szó az utóbbi meccseken, úgyhogy úgy érzem, hogy jó is ment a játék, úgyhogy azért számítottam rá. Ugye vasárnap kaptam a hívást, hogy ugye másnap mehetek a válogatottba Telkibe. Úgyhogy természetesen örültem a hírnek, aztán azóta itt készülök a csapattal. Így nehéz azért összeállítani a keretet, hogy mindig akadnak ugye pozitív esetek. Sajnos már itt bent is volt ember, akit ugye haza kellett küldeni emiatt. Úgyhogy nyilván nem egyszerűsíti ez a helyzetet, de azt gondolom, hogy van olyan mély a merítés lehetőség, hogy meg tudjuk oldani az ilyen szituációkat is. De reméljük, hogy az EB-ig most már nem lesz ilyen eset. Az Európa-bajnokságon 16 csapat vesz részt. A csoportmeccseket március 24-e és 31-e között játsszák le a csapatok. A magyarok március 24-én Székesfehérváron Németország, 27-én Budapesten a Bozsik stadionban Románia, 31-én pedig ismét Székesfehérváron Hollandia ellen lépnek pályára. Nyilván egy plusz motivációt ad, hogy most egy EB előtt állunk, úgyhogy azt gondolom, most még ha valaki fáradt, még azt se fog érezni ezeken a meccseken, mert tényleg olyan plusz tud adni, hogy egy ilyen EB részt tudunk venni. Nehéz csoportba kerültünk, nyilván a cél az mindenképpen a továbbítás, főleg, hogy ugye hazai környezetben vagyunk, ismerősek lehetnek ugye a stadionok a legtöbbünknek, úgyhogy hát szeretnénk minél jobban szerepelni, és nyilván ott lenni a következő körben is, ez a cél. A csoportokból két-két csapat jut tovább. Az egyenes kieséses szakasz, valamint a döntőt május 31-e és június 6-a között rendezik meg Szlovéniában, illetve Magyarországon.